Ami az embereknek a víz, az a teknősöknek a saláta, a guanakónak a kaktusz, a szurikátának pedig a lisztkukac. A víz világnapjához a Miskolci Állatkert is csatlakozott. A látványetetéseken bemutatták, hogyan jutnak folyadékhoz természetes élőhelyükön a szavannák és a félsivatagok lakói. Mivel sivatagnak a lakója, ezért ő a növényi részeket sem utasítja el. A sivatagok, száraz erdők és bozótosok ausztrál lakója a természetben is feltalálja magát. A szakállas ogáma számára a rovarok és lárvák finom csemegét jelentenek, melyek remek szomjoltók. Ők az eredeti élőhelyükön főleg ilyen gyomokat esznek. Ennek a teknősfajnak például a pittypanga kedvence, de vadon a reggeli páralecsapódásból is sok nedvességet nyer, ami egyébként páncélja növekedéséhez is szükséges. A víz világnapján megmutatták, a természetben milyen sokféle módon jutnak folyadékhoz az állatok. A szurikátákra épp egy nagy adag lisztkukac várt. A rovarok is sok nedvességet jelentenek az afrikai szavannák és félsivatagok kis ragadozói számára. De az Andok száraz hegyvidékein élő guanakó például zuzmókat, virágokat, sőt még kaktuszt is fogyaszt akkor, mikor nem jut elegendő ivóvízhez. Ők főként zöldségekkel táplálkoznak. Az észak-amerikai kúszósül család például a kaliforniai paprikáért van oda. A vizet a zöldségekből veszik, illetve a fenyőnek a rágcsálásából is nagyon sok ásványanyaghoz is jutnak. Nyáron pedig mindenféleképp van előttük víz is. Az állatkertben minden egyes faj vízellátásáról gondoskodnak, akárhol is van eredeti élőhelye. A víz az nem csak olyan formában fontos, hogy fölvegye az állat, van amelyiknek a vízimadaraknál ugye az élőhelyet is a víz biztosítja, tehát több ilyen típusú dolog is van, tehát nem csak az, hogy fogyasztják, hanem élőhelyként is működik a víz. Ezt a kolléganői megpróbálják a lehető legszélesebb körbe bemutatni. A víz világnapján az elvesztett folyadékot a látogatók is pótolhatták. A Mivés tandjánál friss ivóvizet lehetett kóstolni, a gyerekeket pedig vízkvíz és kifestő is várta.